Üdvözlöm kedves nézőinket! Önök a Líceum Televízió Eszterházi Körkép című műsorát látják, benne az elmúlt hetek egyetemi aktualitásaival. Lássunk egy kis ízelítőt mai műsorunkból. 36%-kal többen jelentkeztek idén egyetemünkre. Virtuális örökbefogadással segít a turizmus tanszék. Dokumentumfilm készül a tanárdiák kommunikációról. Hallgatói borcsalád, neked! Már is jönnek a részletek, maradjanak velünk! Az Eszterházy Károly Egyetem három kampuszára az országos átlagot jóval meghaladó mértékben 36%-kal több jelentkezés érkezett, mint a tavalyi évben. 5226 fő 9033 jelentkezést nyújtott be Egerbe, Jászberénybe és Sárospatakra. A részletes számokról és a népszerű szakokról Kalóné Szűcs Erzsébet oktatási igazgatóval fogunk beszélgetni. Köszöntöm a stúdióban! Jó napot kívánok, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget! Szerintem a legelső kérdésem az adott, hogy a 36% az tulajdonképpen mit is jelent, és mihez képest emelkedés? Az előző évben 4 kampuszon hirdettük a képzéseinket. Az előző évben volt némi csökkenés a jelentkezések számát tekintve. Tavaly még Gyöngyösi kampusz is hozzánk tartozott, de a Gyöngyösi Károly Róbert kampusz az 2020 nyarán kivált az intézményünkből, és a Szent István Egyetemhez csatlakozott. Úgyhogy ez az összehasonlítás a tavalyi év 3 kampuszához viszonyított arányszám, tehát a tavalyi évben Sárospatak, Jászberény és Egerben jelentkezőket viszonyítottuk az idejében ugyanezen 3 kampuszhoz. Tehát ez egy reális összehasonlítás. Miután tavaly volt egy jelentősebb visszaesés a jelentkezésekben, úgyhogy ez az arány, nem terveztünk ilyen jellegű növekedést, de úgy gondolom, hogy mindenkit megnyugtat, hogy visszaállt a jelentkezési kedv az intézményünkben is, ugyanígy az országos tendencia is, de hogy elhangzott a felvezetőben, az országos jelentkezési kedvet jóval meghaladja az EGRI, illetve az Eszterházy Károly Egyetemre történő jelentkezési statisztika. Úgyhogy mi mindannyian nagyon örülünk annak, hogy a fiatalok körében, illetve a levelező tagozatos képzésben is igen népszerű az intézményünk itt az észak-magyarországi régióban. Tudom, hogy nem illik különbséget tenni a kampuszaink között, de hát mégiscsak Eger a székhelyünk. Ha jól tudom, ide jelentkeztek a legtöbben a kampuszok eloszlásában. Így van. Amikor jelentkezést nyújtottak be a továbbtanulni szándékozók februárban, akkor 6 helyre lehetett jelentkezni. Első helyen az egyetemünket több mint 2600-an jelölték meg, és ebből a 2600 jelentkezőből, első helyes jelentkezőből több mint 2200-an Egert jelölték meg első helyen. Én úgy gondolom, hogy a város népszerűsége, illetve az, hogy a székhelyen valamennyi képzésünk elérhető, míg a másik két kampuszon, Jászberényben és Sárospatakon jóval kevesebb a kínálat a szakok közül, ez is jelenti azt, hogy ebben a városban, tehát Egerben nőtt a jelentkezési kedv. És hát azt sem titok, hogy több új szakkal is vártuk őket. Melyik voltak ezek? Miután, ahogy említettem, a Gyöngyösi kampusz kivált tavaly, általuk örököltük meg úgymond a vezetés és szervezés mesterképzési szakunkat, amit Egerben először hirdettünk meg a gazdaságtudományi képzési területen. Ezen kívül 2 felsőoktatási szakképzést, a kereskedelem és marketing, illetve a pénzügyi és számvitel 2 éves képzéseket hirdettük meg először Egerben. Ezekre mindegyikre szép számú jelentkezés érkezett. És hát ami nagyon fontos az életünkben, hiszen digitális világban élünk már most több mint egy éve, hogy az online oktatásból is merítve, illetve azokat a pályázati eredményeket felkarolva, amelyek az elmúlt években online tananyagok írására adott lehetőséget, 2 szakunkat is regisztráltattuk az Oktatási Hivatalba távoktatás formában. Ez a gazdálkodási és menedzsment, illetve a programtervező informatikus szak, alapszak és felsőoktatási szakképzés. A fenntartó minisztériumhoz írtunk egy kérvényt, hogy reális esély van arra, hogy a távoktatás formában többen tanulnának ma már Magyarországon, hiszen a konzultációk, személyes konzultációknak a lehetősége az elmúlt egy évben minimálisra csökkent, és ezért kértük azt, hogy állami ösztöndíjas formában is hirdethessük, hiszen távoktatás Magyarországon eddig csak önköltséges formában működött, és a fenntartó minisztériumban az oktatásért felelős miniszter úgy döntött, hogy valóban jogos a kérésünk, úgyhogy azt is büszkén mondhatjuk, hogy mi hirdettük először az Eszterházy Károly Egyetem állami ösztöndíjas képzésben ezt a 2 szakot távoktatás formában, és szép számú jelentkezés érkezett ezekre a szakokra is. Azt azért elmondhatjuk szerintem, hogy minden évben vannak tipikus slágerszakok, amik ide vonzák a hallgatókat. Most melyek voltak ezek, hogy alakultak ezek a számok?
Képzési területeket emelnék ki, mint a sporttudományi képzési terület, azon belül az edző alapszak, az informatika, az előbb említett programtervező informatikus szakkal, a művészet, művészet közvetítés, ezen belül a tervezőgrafika alapszak, és sorolhatnám még a pedagógus képzés, hiszen kiemelt területe az intézményünknek, ott az óvodapedagógus, illetve a gyógypedagógia szak. Az óvodapedagógus szak egyébként mind a három kampuszon, Sárospatakon, Jászberényben és Egerben is meghirdetésre került, és mindhárom helyszínen igen sok jelentkezőt vonzott, míg Egerben nappali tagozaton is, addig Jászberényben és Sárospatakon inkább levelezős képzésben. Mikor kijött a hír a mostani számokról, akkor abban a cikkben olvastam, hogy a levelezés képzéseink is nagyon népszerűek voltak idén. Ez számokban nagyjából mit jelent? A jelentkezéseknek több mint a fele, vagy körülbelül a fele az, ami levelező tagozatos képzésre irányul. Ennek az is az oka lehet, hogy a mesterképzéseinkre zömében levelező tagozatra nyújtják be a tovább tanulni szándékozók a jelentkezésüket, hiszen ők már rendelkeznek diplomával, ők már munka mellett szeretnék folytatni és magasabb szinten elsajátítani a szakmát, tehát, és illetve a tanárképzésben is, a rövid ciklusú tanárképzésben is, ami két fél év vagy 4 fél éves képzés, szintén a levelezős képzés a jellemző. Ezen kívül a nappali tagozat, ami még majdnem hasonló arányú az intézményünkben, és a távoktatást, ahogy említettem, mintegy 200 jelentkezés érkezett a két szakra. Akkor miért áll lehetünk büszkék tulajdonképpen ezekre a számokra így, főleg egy ilyen nehéz év után? Igen, nagyon nehéz beiskolázási időszakon vagyunk túl. Rendkívüli nehéz és rendkívüli beiskolázási időszakunk volt, hiszen a hallgatóinkkal sem tudunk közvetlenül kommunikálni, illetve a partnereinkkel sem tudunk kommunikálni, ezért az online térben kellett megszólítanunk mind a középiskolás diákokat, mind azokat, akik pedig szerettek volna felvételi jelentkezést benyújtani valamelyik felsőoktatási intézménybe, elmondani, hogy miért jó az Eszterházy Károly Egyetem. Úgy gondolom, hogy nagyon színes az a paletta, ahol elindultunk, és sikerült, úgy tűnik, hogy valóban sikeresen sikerült megszólítanunk a tovább tanulni szándékozókat. Gondolok itt az online beiskolázási napunkra, nyílt napunkra, azokra a közösségi média felületekre, ahol rendszeresen előre megszervezve a kommunikációs osztály munkatársaival együtt, illetve a beiskolázási bizottság véleménye alapján elkészítettünk egy stratégiát, és ezt sikerült végigvinnünk. Hát azt gondolom, hogy ennél jobb végszót nem is mondhatnánk. Én köszönöm szépen, hogy befáradt, és hát további sikereket kívánok az egyetemnek. Nagyon szépen köszönjük. Az Eszterházy Károly Egyetem turizmus tanszéke virtuális örökbefogadási programot indított, főként Heves megyében található, bajba jutott turisztikai kis- és középvállalkozások számára. A program célja, hogy a virtuális örökbefogadásokkal szakmai és eszmei támogatást nyújtsanak a jelenlegi korlátozások miatt nehéz helyzetbe került turisztikai szolgáltatóknak, amilyen a Baritanya is. Turizmus tanszék saját magam és a kollégáim nevében is elmondhatom azt, hogy számunkra rendkívül fontos, hogy a turizmus képzés minél gyakorlatorientáltabb legyen, és hogy ez hogyan realizálódik a mindennapokban, hogyan realizálódik a konkrét tantárgyak kapcsolatán, arról azt tudom elmondani, hogy igyekszünk minél inkább a szakmai szolgáltatókkal, a turisztikai szolgáltatókkal erősebbé és intenzívebbé tenni a kapcsolatot. Elsősorban a gyakorlati tantárgyaknak a kereteiben meghívjuk őket, hogy meséljenek a termékeikről, vagy pedig meglátogatjuk magukat, a turisztikai termékeket. Magának az ötletnek és a kezdeményezésnek a kiinduló pontja az a turisztikai termékfejlesztés című tantárgyam volt, amelynek a keretében a turisztikai terméktípusokhoz kapcsolódóan
Minden évben több szolgáltatót szoktam meghívni. Ebben az évben a falusi turizmus témaköréhez kapcsolódóan a Bari tanyára esett a választás, mert Tündét már nagyon régóta ismerem, és az elmúlt években nem tudtam, hogy hogyan fejlődött tovább a terméke, ezért meghívtam őt a tanórára, ami természetesen online módon került megtartásra. Tündének a hallgatók felé intézett kérése elindított bennem egy gondolatot, és ez az ötlet ez tovább lépésre sarkalt engem. Elsősorban az volt a cél, hogy a turisztikai szolgáltatók és az egyetem a hallgatók közötti kapcsolatot minél inkább elmélyítsük és erősítsük, és ennek során a hallgatók nem csak a tévéből, a médiából ismerik azt, hogy milyen problémákkal küzd jelenleg az ágazat, hanem gyakorlatilag sokkal személyesebb élményeket is tudnak szerezni, hiszen egy-egy szolgáltatónak a konkrét nehézségein, problémáin keresztül megismerik az ágazatnak is jobban a nehézségeit, és így ezáltal szolidaritást is tudunk vállalni a szakmával. Nagyon nagy ajándék volt, amikor megkerestek az EGRI turisztikai tanszékről, és ebben a nagyon nehéz időszakban, amikor nincs vendég, nincs lehetőség, minden nap menni kell és etetni kell az állatokat. Én nem mondhatom a lovainak, hogy menjenek el munkanélkülire, meg nem szaggathatok nekik nokedit. És már olyan régóta tart ez az időszak, amikor nem tudok óvodás, iskolás csoportokat meg gyerekeket fogadni. Ez egy felügyelés volt, hogy beszélhettem a fiatalokkal, és amikor megbeszéltük ezt az egészet, hogy itt én vagyok az állatgondozó, a marketinges, a könyvelő, az animátor, minden én vagyok egy személyben, és ezért nem tudok elég figyelmet fordítani arra, hogy ennek a marketingje jó legyen. Voltak ötletek, amiket kitaláltam, és alig várom, hogy vége legyen ennek a nehéz időszaknak, mert kitaláltam a Csak te napodat, amiben egy szűk családot, nem nagyobb csoportokat, hanem csak nagyon szűk családot meghívok, és akkor 10 órától délután 5-ig csak velük foglalkozom. Megmutatom neki, hogy milyen, amikor csipog a tojásban a kis csibe, hogyan lehet kecskét fejni, kimegyünk a kecskékkel az erdőbe, és egy olyan programot, olyan élményt tudok nekik nyújtani, amit egy állatkertben nem tudnak megtapasztalni és megélni. Viszont ennek a nagy közönség elétárása az nekem nem olyan nagyon egyszerű most ebben az időszakban, és itt kértem a fiatalok segítségét, akik annyira otthon vannak ebben a médiában, hogy számítok rá, hogy ezeket az ötleteket, amiket kitaláltam, ezeket lehet, hogy nagyobb népszerűségnek fog örvendeni, ha megosszák a minden csatornán. És reményeim szerint, amint elkezdődik az élet, nagyon sok vendégem lesz. Most nagyon hiányoznak az óvodás csoportok, nagyon hiányoznak az iskolások, de nagyon várom azokat a vendégeket, akik ide akarnak jönni. Erre a nehéz időszakra kitaláltuk az online kecskesimogatót, amit hallottam, hogy egyéb országokban ez működik. Miután most mindenki bezárva érzi magát, és alig várja, hogy kiszabaduljon. Addig, amíg nem lépheti itt át a Bari tanya kapuját, addig megosszuk, és akkor én itt fogom a kis telefonomat, felmegyek, megsimogatom a kecskéket, megmutatom a kotlós alatt a tojást, és amikor ők bennülnek a szobába, apuka, anyuka két gyerekkel, akkor legalább meg tudom neki mutatni itt a piros szemű nyuszikát, vagy bármit. És addig, amíg nem tudunk normálisan élni, addig ezt is azt beszéltük a fiatalokkal, hogy megtalálják a módját, hogy valahogy ez eljusson a nagy közönséghez, és ezt el tudom képzelni egy nagyon nehéz értekezlet kellős közepén, amikor már tele van a fejük számokkal, meg nehézségekkel, meg kilátástalansága, akkor megnézni, hogy milyen, amikor a kiskecske oda megy a mamájához és cicizik. És látni bennük az életet, mert itt ezen az udvaron az élet nem állt meg. Csak minket állított meg sajnos a világ, de én azt gondolom, hogy ebből az egyetlen kiút, hogy menni kell tovább. És én nagyon várom a fiatalok segítségét, meg mindenki segítségét is. Turizmus vendéglátás szakos hallgatóként nagyon fontosnak gondoljuk, hogy ebben a nehéz időszakban is támogatni tudjuk a kis és középvállalatokat. Éppen ezért nagyon megörültünk, amikor turisztikai termékfejlesztés kurzuson megismerkedhettünk a Bari tanyával. Diószegi Anna csoporttársammal azonnal kaptunk is a lehetőségen, hogy különböző marketing eszközökkel, mint például Facebook posztok, különböző kontentek el tudjunk készíteni a számukra, és ezzel is minél nagyobb cél közönséghez eljuttatni a Bari tanya hírét. Reméljük, hogy sikerül elérnünk a marketing tevékenységeinkkel a céljainkat, és minél több látogató fog érkezni a Bari tanyára. Akkor, amikor tanszékvezető asszony feltette a kérdést a kollégái között, hogy ki áll emellé a kezdeményezés mellé, akkor rögtön én úgy gondoltam, hogy a turizmus vendéglátás szektor az rettentően
bajba van, tehát mindenféleképpen tudunk keresni olyanokat, akik igenis méltóak rá, hogy ebbe a kis segítésbe bekerüljenek. És nagyon fontos az, hogy mivel egy érzékeny szektorról beszélünk, mi mindenféleképpen a hallgatóktól várjuk azokat az ajánlásokat, amik azt a célt fogják majd szolgálni, hogy a turizmus, illetve az idegenforgalmi szektorból hozzanak olyan vállalkozókat, kis- és mikrovállalkozásokat, amik mindenféleképpen segítségre szorulnak. Az is nagyon fontos, hogy nem csak a vállalkozások, tehát nem csak az idegenforgalmi vendéglátó szállodásokra gondolunk, hanem a beszállítókra is. Itt is vannak olyanok, amik tényleg nagyon egyedivé teszik magát a szolgáltatásukkal, magát a vállalkozásukat, és ezért fontos, hogy ilyenek is bekerüljenek ebbe a szektorba, amit mindenféleképpen, még egyszer mondom, a hallgatóktól várjuk, hogy ők ajánljanak nekünk. Tudjuk azt, hogy nem olyan sok az, amit mi hozzá tudunk tenni az ő problémáiknak a megoldásához, de már maga az, hogy próbálunk segíteni, szolidaritást vállalunk, úgy gondolom, hogy a szakmának is pozitív lehet. Kovács Dániel és Bánszky Bende Gúz végzős középiskolás diákok, akik nem csak hogy részt vettek a tehetségútlevél programban, de nyertek is a tanár-diák kommunikáció kapcsolata témakörben írt dolgozatukkal. Most tovább gondolták témájukat, és egy dokumentumfilmen is dolgoznak, melyben a pedagógiai tanszék is támogatja őket. Erről az ötletről és a további munkáról fogom kérdezni vendégeimet, Kovács Dánielt és dr. Hajdnagy Józsefet. Köszöntelek titeket a stúdióban. Szia, igen. Szerintem kezdjük az elejéről, tulajdonképpen, hogy milyen kapcsolatban álltok ti a versennyel? Hogyan találkoztatok, hogyan találkoztatok a tehetségútlevél programmal? Nos, akkor mondjuk, hogyha egészen régről indítanék, akkor ez egy iskolai projektből fejlődött tovább. Tudnillik, mi a tavalyi év folyamán egy rendhagyó Neumann napokat szerettünk volna szervezni a diákok számára. És hát az előkészületek során sok olyan problémába ütköztünk, amikor a pedagógusainknak a segítségét, meg partnerségét szerettük volna kérni, amit már akkor úgy éreztünk, hogy hát nekik is, mint egy előadást a Neumann napokon, jó lenne úgy tolmácsolni, hogy abból mindenki profitálhasson. Hát jött a koronának az újabb hulláma, úgyhogy sajnos ez a projekt az elhalt, viszont úgy maga az ötlet, hogy a kommunikációt, a jó közös munkát erősítsük, mondjuk akkor csak az iskolánkban, az megvolt, és az osztályfőnökünk Hovanec Ruzsina javasolta, hogy akkor mi lenne, hogyha ezt egy ilyen tanulmányformájában kidolgoznánk, és esetleg tovább vinnénk erre a projektre, és még valami jó is születhetne belőle. Milyen volt olvasni ezt a dolgozatot tulajdonképpen a fiúktól? Ezt a pedagógia tanszék javasolt ezt a témát, és ugye a diákok, akik erre jelentkeznek, ők választhatnak a témákból, de mindig ott van egy egyéb. És ebben a témában azért olvasgattunk már, és hallottunk már nagyon sokféle dolgozatot, illetve előadást. Ez kimondottan, nem azért, mert itt van a Dani, de ez kimondottan üdítő volt hallgatni a nyelvezet, vagy megolvasni a nyelvezetét, azt, ahogyan felüti a problémát maga a címválasztás, hogy enigma téma is bekerül ide. Szóval, hogy tényleg az látszódott, hogy egy ilyen nagyon originálisan fogják meg ezt az egyébként, mondhatnám azt, hogy állandóan középpontban lévő témát, de hogy ez egy nagyon originális megközelítés volt, úgyhogy nagyon jó volt olvasni, meg hallani még inkább az előadást, ráadásul páros előadásban, úgyhogy egy nagyon jó kapcsolatot lehetett látni. Ugye a tehetségútlevél nem csak arról szól, hogy a diákok jelentkeznek és megmérettetik tulajdonképpen a tudásukat, hanem egy segítő program. És most itt a beszélgetés előtt elárultad, hogy nagyon fontos nektek az, hogy ne csak a program alatt, hanem program után is továbbfejlődjenek ezek a dolgok, és hát ez egy továbbfejlődés. Milyen ezt látni neked, mint a programban résztvevő tanárnak?
Nekem ez fantasztikus, őszintén mondom. A kezdetektől fogva mondjuk, hogy ez nem verseny. Tehát, hogy mi a gondolkodásban szeretnénk teret adni a középiskolásoknak, szeretnénk, hogyha tényleg olyan témákat, különböző tudományterületekről olyan témákat fognának meg, amiből lehet látni, hogy ők egy olyan nemzedék, akik nem az internet világába zárják be magukat, hanem igenis nyitottan járnak a világban, igenis nagyon jól tudják megfogni azokat a társadalmi kérdéseket, különböző természettudományhoz kapcsolódó jelenségeket, bármi területéről a világnak, meg az életnek, és az, hogy azt mondjuk mindig, hogy ez nem verseny, és hogy a gondolkodásnak a segítés és a szárnyalásnak a segítése, az most itt látszódik, hogy a Danék kitaláltak valamit, és megkerestek bennünket, mi erre nyitottak voltunk, és hogy ebből tényleg egy valóságban nem beszélünk valamiről, hogy egy tehetséggondozó programban hogyan kell együtt működni, hanem ez működik. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos része ennek a tehetségútlevél programnak. Kötéljünk egy picit vissza a témátokra. Ugye a tanárdiák kommunikáció, hát ez egy eleve nagyon fontos dolog, de most talán ebben az időszakban, amikor kicsit nehezített is a tanárdiák kommunikáció, még fontosabb. Hogyan álltatok neki kidolgozni tulajdonképpen ezt a témát? Teljes mértékben igazat tudok csak adni. Most arra egyébként így a középiskolákban egy elég erős kiégést is lehet tapasztalni, ami semmiképpen nem jó egyik félnek sem. Mi úgy gondolkoztunk, hogy rengeteg sok problémát, ami a tanórák folyamán feljöhet, vagy csak úgy alapvetően az iskolai légkörben, azt megoldaná egy jobb kommunikáció tanár és diák között, hogy semmiképpen ne tekintsünk egymásra ellenségként. Szerencsére nagyon-nagyon sok olyan pedagógust ismerünk, akik abszolút partnerek tudnak velünk lenni, és akik nagyon sokat segítették ezt a munkánkat. Azon kívül, hogy nyilván egy nagyobb rétegnek is felmertük a véleményét ilyen formsként, bekértük azt, hogy így mondjuk nem tudom 200 diák mit gondol erről a problémáról. Fontosnak tartottuk a személyesebb beszélgetéseket, és ezért interjúkat készítettünk a projekt legelején. Egészen kezdőtől iskolavezető pedagógussal is, és 9-es diáktól végzős diákig. Úgyhogy így meghallgattuk ezeket a személyes élményeket, próbáltuk ezt is beledolgozni a tanulmányba, gyűjtöttünk ezekből olyan foszlányokat, meg olyan mondatokat, amik kulcsfontosságok lehetnek, mert azt a tényleges tapasztalatot tükrözik, amit az iskolákban tapasztalnak hát igazából mindkét fél. Úgyhogy hát a jobb kommunikációra törekedni az mindig egy pozitív dolog szerintem, és örülök, hogy ezt ilyen testközelből is meg tudtuk tapasztalni, mert hát nagyon érdekes dolgokat vettünk észre már a legelején. És milyen visszajelzések jöttek? Nyilván azon kívül, hogy megnyertétek ezt a versenyt, ami az itt is gratulálni szeretnék. Ezek után milyen visszajelzések érkeztek? Mert azért egy ilyen téma megmozgatja mind a tanárok, mind a diákok fantáziáját szerintem. Volt rá vegyes visszajelzés, igazából volt, aki kevésbé érdeklődött a projekt iránt, és kicsit hessegette volna el. Ez egyébként ezt a tanulmányban is kifejtettük, hogy hát sokfajta hozzáállás van jelen az iskolában, de tehát negatívat kifejezetten nem kaptunk. Mindenki örült, hogy ezzel a témával a diákok is szeretnének foglalkozni, és hogy szeretnének nyitni így a tanáraik felé. Illetve voltak olyan pedagógusaink, akik borzasztó támogatóan még utána is megkerestek minket. Érezhető volt, hogy tényleg végigolvasták azt, amit mi leírtunk, és teljesen mindennel képben voltak, amit így gondolunk a témáról, és erre próbáltak meg még segítőleg reflektálni, vagy esetleg azokat a részeket kiemelni, amit ők nem tartanak úgy helyén valónak, és amit esetleg megváltoztatnának, vagy amire azt mondták, hogy ezen még érdemes egy kicsit gondolkodni. Tehát erről a részről egy hatalmas támogatást kaptunk, illetve hát az is nagyon pozitív tapasztalat volt, amikor mi azt mondtuk már így a prezentáció végén, hogy hát mi ezt mindenképpen vinnénk tovább, és itt mi nem állnánk meg, tehát mi most nem csak megcsináltuk a házinkat, és akkor ez ennyi volt, hanem mi szeretnénk valami ténylegeset letenni az asztalra, esetleg mondjuk egy ilyen dokumentumfilm formájában, ami ezt így feltárja mélyebben, vagy ami egy ilyen gondolatébresztő lehet. Bekapogtunk az egyetem ajtaján, és nem zavartak el minket, hanem nyitottak voltak arra, hogy akkor hozzunk ki valamit ebből. Hogyan tud segíteni az egyetem a srácoknak továbbvinni ezt az egészet? Hát én nekem nagyon jó volt olvasni ezt az e-mailt, amit így Danék írtak, és abban megmondom őszintén, hogy nem tudtam, hogy mi az igazi kérés.
és hát miben tudunk segíteni, tisztázzuk. Tehát az, ahogyan ők látnak valamilyen jelenséget, vagy gondolkodnak a világról, azt nekünk szerintem pedagógusoknak kötelességünk megérteni. Tehát nem azt rájuk erőltetni, hogy mi mit gondolunk erről, hanem azt meg kell érteni először, hogy be tudjunk kapcsolódni. Ugyanez a folyamat történt, megpróbáltam megérteni, hogy mit is szeretnének, és kibogoztuk azt, hogy nekik egy elhivatottságuk van az irányban, hogy ezzel a témával nyilvánosság előtt hogyan lehetne foglalkozni. Elhivatottságuk van az irányban, hogy bár nem pedagógus pályára készülnek, de hogy a pedagógus képzésbe egy pici beszélgetés hogyan tud megjelenni, hogy azok, akik most itt a pedagógus pályát választva különböző kurzusokon vesznek részt, ők mit gondolnak erről az egészről, hiszen ők fognak hamarosan a diákokkal dolgozni, mint pedagógus. Úgyhogy mire ezeket így kibogozzuk, akkor így megtalálja a tanár is ebben vagy az a segítő, aki ebben dolgozik, megtalálja a saját helyét, és felállítottunk egy ilyen koncepciót, amiben megkérdeztük a Borbás László tanárulat, Virág Irénkét. Tehát, hogy itt tényleg az van, hogy van egy dolgozat, vagy egy megszületett mű, és az elkezd utána élni, és ehhez megpróbálunk mi segíteni, hogy tényleg ez betaláljon oda, hova kell, az, amit ők elképzelnek, azokból valami megvalósuljon, és hát azért vagyunk most is itt, hogy azt mondtuk, hogy akkor erről beszélgessünk, és jövő héten pedig egy Zoom megbeszélésünk lesz másik három kollégával. Tehát, hogy szépen ezt a folyamatot menedzselni kell szerintem, hogy ha őket érdekli valami, ők szeretnék megmutatni azt, hogy hogyan gondolkodnak, és nem egy dolgozatban gondolkodnak, hanem valami egészen másban. A dolgozatban is nagyon sok szerepünk lehet egyébként, de hogy mi mindig ezt mondtuk erről a Tehetség útlevél programról, hogy ahogyan a világot ők látják, és ebbe próbáljunk valahogy beszállni, és ebben hihetetlen visszajelzéseink vannak egyébként más településekről is, hasonló ilyen stúdióbeszélgetések indultak el a pályázókkal, szóval hogy ezt azért fantasztikus látni, úgyhogy ezekben tudjuk segíteni őket, így a folyamatban menedzseljük ezt. Ez mindig öröm hallani, hogy így elindul egy párbeszéd tulajdonképpen a témák körül. A Tehetségútlevél program februárban volt, azt beszéltük itt a beszélgetés előtt. Azért már eltelt egy jó pár hét azóta. Most gyakorlatban hol áll a projekt? Tehát hol tartozok, és mondjuk mi a következő lépés, akár ez a Zoom beszélgetés, akár a továbbiak? Hát, mint ahogy azt tanár is elmondta, nem volt egy könnyű kezdésünk nekiállni ennek az egésznek, mert nekünk sem volt konkrét koncepció a fejünkben, hogy vajon mit kéne ezzel kezdeni. Sokat kellett ötletelni, meg ugye összeülni arról, hogy akkor mit is tudunk ebből kihozni. Most arra jutott oda ez a projekt, hogy hát remélhetőleg, hogyha májusban már jelenlétben tudunk mondjuk az eseménynek egy ilyen díjátadóján beszélni erről, akkor az ott talán sok embert elérne, meg talán sok embernek fel is hívná a figyelmét arra, hogy ez egy olyan téma, amiről jó beszélni, meg ami nem talál most így hirtelen megoldást, viszont hogyha folyamatosan feldobáljuk, és mindig gondolkodunk róla, akkor az mindenképpen javítja úgy az iskolai élményt. Illetve mellette kitaláltuk ezt a dokumentumfilm dolgot. Ez valamilyen szinten egy kicsit a mi projektből való kivonásunkat is célozná, mert reméljük, hogy nem csak mi vagyunk azok, akik mindig odaállnak, és azt mondogatják, hogy erről beszélni kell. Viszont azt már észrevettük, hogy ha mi mondjuk oda megyünk és odaállunk, akkor erről lehet beszélgetést csinálni. Na de mi lenne, hogyha mondjuk leforgatnánk egy olyan kicsit provokatívabb jellegű, de tényleg tudományos dokumentumfilmet, amit utána meg lehet nézetni bármilyen mondjuk pedagógus hallgatóval, vagy jelenleg tanító tanárral, vagy igazából bárki érdeklődővel. És nem mond ez a dokumentumfilm maga túl sokat, nem a megoldásokat közelíti meg annyira, magát a problémát járja körül, ezeknek a különböző megközelítését, meg tapasztalatait, és aztán ez egy gondolatébresztőként egy beszélgetés téma lehet később. De tulajdonképpen azért készül el a dokumentumfilm, hogyha esetleg ti már az élet más területén tovább haladtok, akkor mégis legyen valami, ami feldobja ezt a párbeszédet, amiköré össze lehet gyűjteni pedagógusokat, diákokat, hogy továbbra is fennmaradjon ez a párbeszéd, és ne az legyen, hogy most ebben az évben felmerült, és aztán ugye elhal, hanem továbbra is menjen tovább, és ugyanúgy beszélgessenek róla az emberek. Hogyan áll jelenleg akár nem csak az a dokumentumfilm, mert nyilván ez a későbbiekben fog majd igazán kiderülni, hanem hogyan áll az, hogy
embereket gyűjtsetek el köré a témaköré, mert nyilván ott vagytok ti ketten, akik kidolgoztátok, ott vannak a pedagógusok, akik mögöttetek állnak, ott van a tehetségútlevél, de hogy esetleg a saját diáktársaitok, vagy olyan ismerőseitek, akik akár itt az egyetemen, akár más egyetemeken pedagógusnak tanulnak, odaálltak már így a téma mellé? Nem nagyon volt még alkalmunk ezt így prezentálni, kivéve ugye a magának prezentációs részén a programnak, viszont én azt tapasztaltam, hogy főleg miközben ezt a munkát dolgoztuk ki, volt sok beszélgetésem diákokkal, mind az interjúk keretein belül, mind úgy külön személyesen a barátaimmal, és ott egy nagyon jó tapasztalat volt az, hogy az érdekli az embereket, és hogy szeretnének rá reflektálni, szeretnék ők is elmondani a saját interpretációjukat, nekik is megvannak a saját kis tüskéjék, amik mondjuk problémaként vannak jelen az ő iskolás életükben, meg vannak azok a jó gyakorlatok, amiket egyébként így mindig mondanak, hogy ez mennyire jó lenne, hogyha mindig így működne. Ezekről egyébként nagyon üde és nagyon jó beszélgetések születtek, és remélem, hogy ez így is fog tovább menni. Most nyilván az lenne a cél, hogy erre minél nagyobb figyelmet hívjunk fel, vagy minél több ilyen beszélgetés kezdeményeződjön. Viszont szerintem erre egyébként mindkét fél nyitott, és találunk bőven olyan személyeket, akik erről szívesen beszélgetnek egy jót. Hát akár ez a beszélgetés, akár pedig, ahogy említettétek, hogy a következő lépcső ugye a tehetségútlevélben a díjátadó. Arról beszéljünk egy picit, hogyha máshol nem is, akkor ott tudnak ehhez csatlakozni emberek. Hogyan fog zajlani? Tudom, hogy ez egy ilyen kettős kérdés, mert még a járványügytől is függ, de azért próbáljuk meg egy kicsit kampányolni mellette, hogy igenis vegyenek részt rajta az emberek. Hogy ennek a programnak nyilván van tovább menetele, tehát februárban, sőt, ugye szeptemberben írjuk ki a pályázati lehetőségeket, januárban visszajelzünk a pályázóknak, februárban megtörténik az előadás, és utána mindenki azt mondja, hogy hú, itt megálltunk, de nem. Egyrészt ugye elkezd önálló életet élni, ami nagyon-nagyon jó dolog, másrészt pedig tehetségfüzet átadóra készülünk. Februárban mindenki kapott tehetségútlevelet, és utána kapott egy lehetőséget is arra, hogy publikálja ezt egy tehetségfüzetben, ezt a pályaművet. Ennek meg volt a határideje, hogy meddig lehetett ezt a pályaműveket beküldeni, és most már a tehetségfüzet összeállításában dolgozunk, vagy azon dolgozunk, és utána májusra szeretnénk egy tehetségfüzet átadót, ahol tehetséggondozó, köznevelésben dolgozó pedagógusok ugyanúgy jelen lesznek. Jelen lesznek, akik a füzetben szerepelnek. A füzet egyébként most már egy olyan 200 oldalas könyvvé nőtte ki magát, és rendesen, tehát egy hivatalos ISBN számmal rendelkező kötetről beszélünk, amiben azért először publikálni szerintem egy nagyon jó dolog, viszont az, hogy összejövünk, az nem merül ki annyiban, hogy átadtuk ezeket a füzeteket, hanem például tehetséggondozó tanárok tartanak előadást, hogy mi lesz a jövője a tehetségfüzetnek, meg a tehetségútlevél programnak, akkor, amikor itt vége van az aktivitásnak. Mi történik az iskolában, mi történik a fiatalokkal, keresik-e őket, mint ahogy itt Daniék kerestek minket, beindul-e valami élet. Tehát, hogy azért ez a tehetségútlevél program, ez sokkal több annál, mint sem, hogy itt akkor összejövünk, beszélgetünk, és történik egy előadás, hanem ennek utóélete van. Ezt nyilván ezen a átadó ünnepségen ezt szeretnénk megkérdezni a pedagógusoktól. Meg szoktunk kérni egy-egy pedagógust, hogy tartson egy előadást, ami őt érdekli, ami a diákokat érdekli, hogyan történik a tehetséggondozás az ő iskolájában. És most mi Daniéknak felajánlottuk ezt a lehetőséget, hogy mi lenne, hogyha ez a téma kerülne egy workshop megbeszélésnek a középpontjában, amit ők facilitálnának, ők fogják elkezdeni a beszélgetést, felütnek három gondolatot, vagy amennyit akarnak, és utána szépen elindul egy beszélgetés, hiszen ott lesznek diákok, akik ugye szintén érzékenyek arra, hogy mi történik a világban, mert benne vannak a füzetben is, ez bizonyítja, hogy ők meg is akarták ezt írni, meg elmondták. Ott lesznek azok a tehetséggondozó pedagógusok a köznevelés rendszeréből, akik ezt az egész tevékenységet a háttérben segítették, és ott lesz az Eszterházy Károly Egyetem, most már én azt mondom, hogy kb. 40 olyan oktatója, akik érdeklődnek ez iránt a program iránt, és ez már régen nem a szociálpedagógia tanszéki, már régen nem a roma szakkollégiumi, már régen nem ez az egyetem, és sőt azt kell mondanom, hogy egy kicsit, hogyha túlmegyek, akkor így a magyarországi tehetséggondozók köré,
Úgyhogy mivel ott leszünk mindannyian, ezért nyilván szeretnénk ezt kihasználni, hogy ez ne a füzetátadásban merüljön ki, hanem legyen ebben egy beszélgetés, amely utána ugye elkezd megint önálló életet élni. A diákok azt mondják, hogy hú, de jó volt, vagy ú, nem értük el azt az eredményt, amit szerettünk volna, akkor még ezt kell csinálni, akkor a dokumentumfilmet hogy lehet továbbvinni? Nem tudom, tehát hogy mi se tudjuk ennek, megmondom őszintén ugye folyamatát, hanem azokhoz a jelenségekhez meg folyamatokhoz alakulunk, meg reagálunk ezekre, amelyek ebből jönnek, de ez nagyon élő lett most, így országos szinten is azt gondolom, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog, úgyhogy erre készülünk most májusba. Hát akkor ez egy hatalmas lépcső lesz tulajdonképpen mindabban, amit elmondtál, hogy ez a nagy következő lépés. Még engedj meg nekem annyi kérdést, hogy ha valaki még bizonytalankodik, hogy miért érdemes, bár most szerintem elárultunk majdnem mindenokat, hogy miért érdemes jelentkezni egy ilyen tehetséggondozó programba, neked milyen volt, milyen jó élményekkel gazdagodtál, miért jelentkezzenek az emberek akár a tehetségútlevél programba? Szerintem mindenképpen egy nagyon érdekes új tapasztalat ez. Kicsit a szerzőtársam Bánszky Bendegúz, ő egy nagyon-nagyon szakszerűen állt hozzá magához a problémához, és olyan vérprofin írta meg az egész szövegnek a bevezetését, ami egyébként egy ilyen poérra épül, mert ugye az enigmával, a nagy kódtöréssel azonosítja ezt a tanárdiák kommunikációt és a problémáit, hogy már ott lenyűgözött az egész, és engem akkor szippantott be igazán, hogy akkor mi most valamilyen szakszerű dolgot csinálunk, valami tanulmányszerű dolgot csinálunk, valami olyasmit, ami majd esetleg az egyetemen, hogyha hasonlót kell csinálnunk, akkor nagyon jól jöhet, mint gyakorlat. És aztán ott volt még a cél is, hogy ezzel valamit el akarunk érni, ezzel valamit meg akarunk mutatni, és egyre több érdeklődőt találtunk erre a problémára, erre a témára. Egyre több motivációt tudtunk már csak abból is gyűjteni, hogy mondták az emberek a személyes élményeiket, mesélték a különböző történeteiket, mondták, hogy mi az, ami jó lenne, hogyha ebben megjelenne, vagy ők hogy látják ezt a problémát. Úgyhogy mindenképp nagyon motiváló volt az, hogy valahogy a nagy egészen akartunk egy kicsit hát változtatni, vagy hát ahhoz akartunk hozzászólni, és ezt egy ilyen profi módon tudtuk megtenni. Legalábbis remélem, hogy ez ilyen profi módnak számít. Mi mindenképpen nagyon jól is éreztük magunkat, miközben ezt csináltuk. Hát akkor én további sok sikert kívánok nektek is, illetve hát a programnak is, mint mindig. Köszönöm szépen, hogy befáradtatok ide, és tudtunk beszélgetni erről. Köszönjük szépen. Friss, üde, gyümölcsös fehér küvé és rozébor készült hallgatóknak az egyetemen. Az egyedi címkés Neked borcsalád tagjai már palackozva várják a fogyasztókat. A tavalyi évben indult útjára az a kezdeményezés, hogy az Eszterházy Károly Egyetem kísérleti szőlőültetvények és borászatában kifejezetten a hallgatók számára is készüljön bor. Az egyetemi hallgatói önkormányzat is szorgalmazta az ötletet, hiszen ezzel a borkultúra is nagyobb részévé válik az egyetemi hallgatói életnek. Mi úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos lenne a hallgatók számára a borkultúrát bevezetni, hiszen a borkultúra, amikor magával ragadja az embert, akkor az utána nagyon-nagyon erősen a hétköznapok részévé tud válni, a bor szeretete, a szőlő szeretete, ugye ez a természet szeretetével együtt jár. De úgy gondoltuk, hogy oktató-tanító szándékkal ezt megmutatnánk a hallgatóinknak, és létrehoztunk két olyan bort, nyilván hallgatói segítséggel, amit nekik szól, talán úgy gondolom, hogy olyan stílusú, ami az egy borkultúra iránt érdeklődő, de még kezdő számára nagyon kedves, és megkértük a hallgatókat, hogy tervezzenek hozzá arculatot címkét. Ez a két bor jelent meg most. A kiírásra több mint 20 pályázat érkezett, melyek mind-mind inspiráló ötleteket tartalmaztak. Ebből végül az egyetem vezetősége közösen választotta ki a legígéretesebb név és címke ötletet, melyet aztán segítettek továbbfejleszteni a hallgatóknak. A Neked borcsalád tagjai ma pedig már palackban várják, hogy a fogyasztók megkóstolják őket. Valóban, mi az elnökséggel már leteszteltük mind a kettőt, és mondhatom azt, hogy nagyon finom lett mindkét bor, és tényleg ez a friss, gyümölcsös és egy nagyon nyárias bor, mondhatjuk azt, tehát úgy gondolom, hogy a hallgatótársaimnak is biztosan nagyon ízleni fog. Mit gondolsz a névről és a címkéről, hogyan tetszik neked, hogyan illik be szerinted az Eszterházy Károly Egyetem portfóliójába? Szerintem egy nagyon modern logó készült, hiszen nem minden nap láthatóak ezek a motívumok, és egy olyan logó készült el, ami tényleg azt mondhatjuk, egy nagyon modern, fiatalos, és ez a név, hát ez szerintem ez mindent elárul róla, hogy hát ez neked szól ez a bor a hallgatóknak.
A gyümölcsös fehérküvé és rozéborok már megrendelhetőek, illetve megvásárolhatóak a Bikavérborozóban elviteles értékesítéssel, a hallgatók és az egyetemi polgárok számára kedvezményes áron. Kedves nézőink, ennyi fért bele mai adásunkba. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is az Eszterházi körképben. További szép napot kívánok, viszontlátásra!